Hello, sziasztok, ez itt Kerberusz, szeptember 1-e, és az új hónaphős, Bai Yeong. Fogalmam sincs, hogyan kéne ejteni, úgyhogy így fogom. Bai Yeong, Ranger karakter, Ranger osztályba tartozó, gyors, sárga karakter, ez a kis maci. Hát, lássuk is meg, hogy mire képes, mire sem. Ez a Ranger class az én megítélésem szerint eléggé ilyen dilettás osztály. Ha megnézitek, hogy mit tud, mit akar, akkor x% esély, hogy áthatoljon ugye a defenzív buffokon, azaz a plusz páncélos buffokon, és illetve vagy a counter attackokon, azaz a riposzton, mind amilyen ellen a buffja is. Hát ez eléggé mókás, mert van ennyi százalékot, hogy áthatolj, mondjuk ezen a counter attack buffon. Azonban amennyiben nem hatolsz át, és ha te egy Liana, Gregorion hasonló kaliberű sniperekkel megpöffented őt, akkor úgy leölöd magad, mint a hóhér a disznót, szóval, hogy ez vagy bejön, vagy nem, ezzel nem igazán fogsz rizikózni, hogyha éppen ezen múlik egy mérkőzés, azt gondolom, ha csak mindenképpen muszáj. És az pedig, hogy áthatol egy defenzív buffon, ez megint igényli azt, hogy a másikon legyen defenzív buff, ez azért nem fog minden körben előfordulni, úgyhogy ez számomra egy eléggé olyan osztály, ami nem szoros sokat, leginkább attribútumok növelésére, szívosságra használom, ezért is kapta meg Neath, illetve hogyha Baldurt fel fogom tudni húzni végre, akkor így valószínűleg még meg is osztom közöttük, hogy mind a kettőt egy picikét tápozzam, de mivel ranged karakter nincs is a defenzívámban, ezért bőségesen megéri elosztani, azt gondolom, közöttük. Arról nem beszélve, hogy egy legtöbb esetben ezek a ranged karakterek, a sniper karakterek, amelyeknél sokszor előfordul az overkill, ugye így nevezi az angol, amikor már nem is kéne akkorát oda pörkölni, de mondjuk kétszer akkorát oda pörkölsz, mind ami az feltétlen szükséges a halálához. Úgyhogy én ezzel a Ranger talenttel így csínyán bánok. Azt gondolom, hogyha valakinek megjön a maci, akkor simán érdemes lehet, hogy megkapja a talentpontokat, főleg amennyiben használná esetleg defenzíván. Na ja. Nézzük, mit tud, mi a természetes ellenállása. Resist minion debuffs. This hero has innate resistance against it from. Azt mondja, hogy ellenáll a minionok általi debuffoknak. Most hirtelen, ahogy végigpörgetem az agyamban, Kvasir jut eszembe. Ugye tudjuk, hogy az ő kis méhecske minyonjai, azok így mérgeznek valamennyit, így körönként. Na, annak ellenáll Bai Yeong. Hát nem tudom, hogy ez mennyire fantasztikusan hasznos képesség, avagy sem. 5 csillagos karakterek esetében jelen pillanatban gondolkodom, nem jut eszembe olyan, amelyiknek a minyonja. Várjál csak, status. Mondanám, hogy ott van ugye tavi tündér, de az sem status ailments rak reált, hanem direkt mód leszívja a manádat, úgyhogy itt ez megint nem passzol. Egyelőre Kvasir az egyetlen, és most fog jönni szeptemberi Valhallán Bera, akinek azt fogják tudni a minyonjai, hogy rád raknak egy kisebb víz dot sebzést, ugyanazt, mint Vela debuffja. Úgyhogy lehet, hogy ezt így már megelőlegezték, hogy ő ellene így hatni fog. Jó lesz egyébként, ez a Valhalla hős lila is lesz, szóval, hogy abszolút el tudom képzelni. Ha esetleg valamit kihagynék, vagy eszetekbe jut, akkor azt nézzétek el. A lényeg, hogy nem egy égbe kiáltóan jó ez a rezisztancia. Még mindig ott tartunk, hogy Kunchen és Malosi természetes rezisztanciája messze menő a legjobb, amelyek megakadályozzák, hogy ne tud levinni a defenzét a híroknak. Stunning Steel különleges képessége, vagy hát ultia, ha úgy tetszik. Gyors karakter, azaz 8 csempéből betölt, ha level 29-es sárga trúppal, manás trúppal rendelkeztek, akkor ez korrigálható, azaz redukálható 7 csempére. 320%-os sebzést oszt ki az ellenfélnek. Az ellenfél mínusz 75%-os pontosságot szerez, idézőjelben 2 körig. Hát ez ugye a vakítás képessége. Az, akit meglőttök Bai Yeonggal, ő megvakul 75%-nyira. Ugye tudjuk jól, hogy June, Bane, Justice, Lee és egyéb vakító karakterek átlagos vakítása az úgy mínusz 40%, esetenként kosztümben mínusz 35, ehhez képest ugye láthatjuk, hogy ennek gyakorlatilag a duplája, amit vakít Bai Yeong. Ugye ez a hős kezdetben mínusz 95%-os accuracy pontossággal kezdett, azaz 95%-os vakítással, az azonban egy kör erejéig tartott volna, ezt útközben változtatták mínusz 75-té, azonban dupla annyi ideig, ha így gondolkodunk, dupla annyi ideig, azaz 2 kör idejéig tart. Hát ez a mínusz 95% az szinte biztosra lehetett venni, hogy vakít, legalábbis a hiba lehetőség az 20-ból 1, így a mínusz 75-tel az mondható el, hogy 4 alkalomból 3-szor vakítani fog, általánosságban, vagy átlagosan. Ez egy elég szép kis számadat, nagyjából elmondható, hogy ő is olyan jellegű karakter, hogy lecsukja az adott ellenfelet. Amennyiben pedig pekhed van, akkor ez nem fog megtörténni. Ez a 320%-os sebzés egyébként én úgy ilyen semi-snipernek nevezném, ezért is gondolom, ez az én privát véleményem, hogy megéri azokat a karaktereket talentelni, amelyek ilyen semi-sniper jellegűek, 300%-os sebzéssel, ilyen Malosi, ilyen Zocc, ilyen Bai Yeong, hiszen rajtuk érezhetően és jelentősen lehet erősíteni. Ez nem azt jelenti, hogy a sniper típusú karaktereken, hogy ne lehetne, csak mivel ez a 300% körüli sebzésérték nem olyan kifejezetten sok, ennél abszolút hatékony, hatásos, hogyha megtápozzátok picit talentpontokkal. Harmadik pontban az található, hogy leveszi az ellenfél gyógyítása való képességét, azaz, hogyha az ellenfélen gyógyítanak, az csak a 25%-át fogja annak a gyógyításnak megkapni, hiszen mínusz 75%, amivel rádobja ezt az átkot az ellenfelekre. Ez a képesség, ugye sajnálatos módon ez csak egyetlen egy emberkére hat, ám azt gondolom még így is adott körülmények között kifizetődő lehet, főleg rás turnamenten, bár ez eléggé kétélű fegyver, hiszen ott nem feltétlenül szeretnénk egy ellenfeles támadót bevinni, főleg úgy, hogyha az gyors is, hiszen akkor a legkevésbé kifizetődő arás turnament. Mindenesetre, ha nagyon sok a healer, ugye előfordulnak olyan csapatok, amelyeknél beraknak mondjuk 3 healert is, vagy még többet, már előfordult, és hogyha ott elindul a vonat, akkor nincs megállás. Így gyakorlatilag meg lehet fogni egy-egy karaktert, ki lehet venni, attól függetlenül még, hogyha mind vissza is tölt, vagy mind betölt, mind hílelni egyiken másikát, de ezzel a mínusz 75%-kal már elég jól meg lehet fogni azt az adott karaktert. És az element linkje pedig az, ami ehhez a családhoz tartozó még mindig ugyanaz, plusz 30% defense, a speciális képességek ellen, és ez 4 kör erejéig tart. Ezzel nagyon csak megnöveli a sárga monóknak a teljesítő képességét, illetve a teherbírását, mondjuk így. Én ezt egy nagyon jó családi képességnek tartom, lement a linknek. Ugye Zocc sajnos nem jött össze, nekem az augusztusi hónapban, nagyon szeretem az ilyen manipulatív jellegű kis taktikai hősöket. Mindenki el tudja dönteni, hogy Zocchoz képest például Bai Yeong mennyire szimpatikus neki. Ez a mínusz 75% pontossággal, ami 2 kör erejéig tart, azért elég hatékonyan ki tud venni egy-egy karaktert, aminél mindenképpen megéri elgondolkodni, hogyha viszont ahol ez az területi sebző ellenfélre hatunk Bai Yeonggal, ütjük meg őt, akkor ugye, hogyha nem is mindegyiket vakítja, könnyen elképzelhető, hogy mindegyiket vakítja, de hogyha statisztikát néznénk, akkor abból az 5 területi sebző ellenfél, na, hát ez nem így, mondjuk egy Iszárniára rádobom, Iszárnia az 5 hősömet sebezné, átlagosan elmondható, hogy ha rádobom Bai Yeong skilljét, akkor Iszárnia csak egy hősömet fogja sebezni. Még egyszer mondom, nagy átlagban. Én egy jó hősnek gondolom, alapvetően a legtöbb gyors hőst, azt jó hősnek gondolom, és mivel történnek próbálkozások erre a balanszolásra, csak nem igazán sikeresek, ezért még mindig egyre inkább afelé tart a játék, hogy a leghangsúlyosabban kifizetődő, leghangsúlyosabban előnyös és igazán jó karakterek, azok a gyors és nagyon gyors karakterek. Erre itt van most egy tökéletes példa, lehet, hogy erről is csinálok majd külön videót. Egyenlőre csak így tipként elmondom, ha valakit érdekel. Mr. Spock, egy angol nyelvű youtuber, igazából nem kell, hogy értsétek, mert láthatjátok a lényeget. Talált egy ellenfelet, egy pillanat. Szóval talált egy ellenfelet, akinél már volt egy 20-as, level 20-as Frigg. Ez igazából mindig jót tesz a lelkemnek, hogy bebizonyosodik, hogy nem beszélek akkora nagy hülyeségeket. Ez a level 20-as Frigg úgy megalázta főhősünket, hogy csak úgy röffent, pedig nagyon-nagyon jó kis támadó csapata van. Ez a támadó csapat magában foglalja a Finlit, Arielt, Black Knightot, Fekete Lovagot, és most így hirtelen nem is tudom, hogy kicsodát még, mindesetre megpróbálok ráelesni. Hát, ha megtalálok itt abból a csapatból egy emberkét, azaz bizonyos extra spicy nevezetű, ez az itt Kláról beszélünk, és itt most megnézzük. Rifon. Meg is van. Na szóval. Ez volt az az ellenfél, láthatjátok, hogy szépen 5 darab max talentes manatrúp, egy Finlivel, egy Greymakerrel, egy Friggel, egy Velával és egy Kilhérrel. Ugye az átlag gyorsaság az egy az egyben direkt módon gyors. Finli gyors, Kilhér közepes, de ugyanakkor ezt kiegyenlíti Greymaker nagyon gyorsasága, Vela gyors, és mostantól van egy böszmetang, Frigg személyében, aki szintén gyors. Gyakorlatilag, ha van egy szerencsétlen kétszeres, háromszoros kombold, már betöltő középüt, és amit mondtam az előző Frigges videómban, hogy egy defenzíván ezt nem igazán tudod korrigálni, még el is kezdhetnél játszani vele, hogy kividd a tábláról a zöld csempeidet, de nagyon sok bent fog maradni, ami elmegy, a helyet jöhet is, és 3-ból 3 alkalommal úgy szült el Frigg, hogy simán elég nagy damage mellett még elég szépen le is vitte a defenzet, és nincs az az Isten, hogy te ezt időben tudjad cleanszelni magadról, arról nem beszélve, hogyha arra törekedsz, akkor gyakorlatilag minden mást figyelmen kívül hagyhatsz. Úgyhogy kemény idők járnak, még mindenképp a gyorsaság, és minél inkább a gyorsaság lesz hangsúlyos, fajsúlyos. Ugye ez a hős gyors manatöltődésű, láthatjátok, hogy max talenten 872-es pajzsal, 1500-as életerővel, ez is egy abszolút jó kis tan, és mellé még talán a legkeményebb családba tartozó, úgyhogy hát eléggé elképesztő világ von. Úgyhogy emiatt azt gondolom, hogy Bai Yeong is megérhet egy misét a gyorsaság miatt. Szeretem a gyors hősöket, amennyiben kihúznám őt, nem tervezek bár most sűrűn ebben a hónapban, de valahol egy 10-eset biztos elpörgetek, amennyiben kihúznám őt, akkor érdemes lehet felhúzni, nem beszélve arról, hogy a háború az még mindig ugye 30 ellenfeles, és ott pedig igazán kifizetődő lehet, hiszen mindig beakad egy-két Kunchen, aki ellen már ez a heal, azaz a gyógyítás decrease megéri. Most fog jönni, mint mondtam, Bera, aki ellen természetes védelmet fog élvezni. Hát azt hiszem, ennyi. Nem egy egetrengetően game changer, azaz az játékot eldöntő karakter, de mindenképpen kellemes kiegészítése lehet a támadósornak. Úgyhogy Bai Yeongról ennyit. Friggről is még megejtettem, amit szerettem volna kiegészítésképp, és még egy pár szót erről a kobold léghajóról, hogy ez az új opció. Ja, mellesleg kijött a patch, nyilván láttátok, hogy mind Baldur, mind pedig Skadi erősödött, erősítették, úgy, ahogy ez eddig már terve volt. És megjelent ez a Goblin Balloon, azaz kobold léghajó, amelyiknek a mechanikája következő lesz, aki még nem járt volna utána. Gondolom naponta, azaz 24 órás cooldown-nal, ezt csak abból gondolom, hogy már jó pár, vagy hát egy pár chestet megtöltöttem, és nem adott újabb goblin crate-et, azaz ilyen goblin ládikát, mint amit itt láttok fent. Úgyhogy gondolom 24 órás cooldown mellett lehet szerezni ilyen goblin ládikot. Ez jöhet sima chestből, ez jöhet raid chestből, akár titán chestből, innen-onnan. És a lényeg, hogy mikor megkapjátok, akkor látni fogjátok, hogy ez egy 3 csillagos rare, vagy 4 csillagos epic. A 3 csillagos rare dobozkáknál fix a benne lévő jutalom, amennyiben pedig 4 csillagos, mivel hogy ilyen is lesz, 4 csillagos ládikó jön, akkor a 4 csillagosból pedig, ha minden igaz, akkor 3 féle opció közül tudtok választani, amelyekben lehet 3 csillagos felemelkedés, tehát egészen biztos. Elméletben, vagy legalábbis én vágynék rá, hogy nagyon minimális eséllyel az a 4 csillagos felemelkedés tárgy is be tudjon csusszanni, ezt nem állítom 100%-osan biztosra, és itt tudjátok gyűjtögetni az ajándékokat, vagy hát a bennük lévő itemeket. Látjátok, hogy 2,29 euró jelen pillanatban, de ez csak addig 2,29, amíg ki nem nyitom a másikat. Ha kinyitom a másikat, akkor ez az érték növekszik 4,49 euró, feltételezem, vagy valahogy így. majd 6 valamennyi, 8 valamennyi, és ha mind az 5-öt begyűjtöd, azaz megvárod, hogy megjelenjen, akkor pedig feltételezésem szerint az eddigi árakból kiindulva mondom ezt, akkor 10,99 € lesz, ami magyar árak szerint valahogy 3590 forint, és amennyiben mind az 5-öt összegyűjtitek, akkor még van esély egy ilyen extra lópikulóra, ami sűrűn értékes dolgot nem tartalmaz, úgyhogy ez az egész egy vicc. Mármint ez az extra chest kategória. Ennek az egész Goblin léghajónak egyedül akkor látnám értelmét, hogyha tényleg epic láda esetén, azaz 4 csillagos ládikó esetén be tudna futni néha napján minimális százalékkal is, úgy, mint ahogy a chest vagy a raid láda esetében egy-egy 4 csillagos, és akár ha utolsó nap, vagy utolsó alkalommal 5-ként is jelenne meg az a bizonyos 4 csillagos item, és 10-11 € kéne érte fizetni, ha éppen nagy hiány van, akkor ez még a játékon belüli arányokhoz, mértékhez képest még mindig megérné megvásárolni. Ugye én ebben reménykedek, ugye most kerültem abba a helyzetbe, hogy 3-nál több hőst is tudnék húzni, de 3-at mindenképpen szeretnék, már ott van a 370-es kapujában, és nem tudok 3 hősömmel mit kezdeni, amit nagyon szeretnék felhúzni, mert nincs meg a kellő Tomoe Tactics hozzá. Úgyhogy én ebben reménykedek, 11-e, 12-e környékén questből fog jönni egy tom, remélem, hogy a hamarosan őszi Morlovia szezonális küldetésben is lehet majd vásárolni, és akkor már valamivel előrébb leszek. És amennyiben ezt az 5 chestet feltöltitek, vagy hát megszerzitek, berakjátok ebbe a léghajóba, és nem szeretnétek megvásárolni, mert méri szeretnétek, akkor pedig lesz egy ilyen opció, hogy kukázzátok, ez gyakorlatilag egy olyan valamilyen lootot ad, mint jelen helyzetben a titán sima hős raid ládika, vagy a sima monster chest, úgyhogy nagyjából ilyen kaliberű lootot kell elképzelni, azaz gazdagodtok egy pár ezer sonkával, pár ezer vassal, valami aprósággal. Úgyhogy hát egyelőre nagyon nem szívderítő a dolog. Kíváncsian várom, hogy mikor jelenik meg az első ilyen epic ládikó. Egyelőre ez még klánon belül sem történt meg. Hogyha netán valakinek már dobta volna, akkor megkérném, hogy a fórumra dobjon fel már egy print screen-t. Hadd lássuk mi is, illetve hogy mik között lehet választani. Na, és azt hiszem, hogy egyelőre mindent elmondtam, amit szerettem volna. Aki pörget Bai Yeongért, annak sok sikert. Cuki kis Warcraftos panda karakter. Találkozunk legközelebb, sziasztok!